Kedves nézőink, 5 éves a Győrszol ZRT, a konkrét mai vendége Sági Géza, a Győrszol ZRT elnök vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Vezérigazgató úr, ez az 5 év mire volt elég sok embernek? Ugye 5 év az nagyon nagy távlat, nagyon nagy időtartalom, van, aki viszont kevesebben hogy érezte ezt? Hát ugye múlt héten tartottuk az 5 éves évfordulós ünnepségünket, és hát ez egy alkalmat adott arra, hogy picit így visszatekintsünk, megnézzük, hogy mit végeztünk el az elmúlt 5 évben. És ugye több felszólaló, illetve hát aki ünnepi beszédet tartott, mindenki azt mondta, hogy egy gazdasági társaságnak az életében 5 év az hát bizony egy ilyen óvodáskornak felel meg, tehát igazán nem olyan igen sok. És én ezt azzal egészíteném ki, illetve azt mondanám, hogy ha viszont figyelembe vesszük azt, hogy a beolvadó gazdasági társaságok, tehát a nagy cégekről beszélek, ezeknek az össz életkora, az már inkább a 200 évhez van közel, akkor talán érthető, ha azt mondom, hogy egy iszonyatosan nagy tapasztalat gyűlt össze az elmúlt évtizedekben ezeknél a gazdasági társaságoknál. Tehát ebből adódóan az 5 év az igazán csak a Győrszol ZRT-nek a megalakulása óta eltelt 5 év, de szakmai kompetenciában ez egy bizony sokkal-sokkal hosszabb időszak. Egyébként gazdaságilag mennyire volt bonyolult és nehéz összehozni ezeket a cégeket, egy nagy kalapba betenni és azt az egészet gazdaságosan működtetni? Igen, ugye 2009. decemberében döntött a Győr megyei város önkormányzatának közgyűlése arról, hogy egységes gazdasági társaságot hoz létre. Ugye ez az a dátum, amikor a vezérigazgatót kinevezték, könyvvizsgálót megnevezte a közgyűlés. És hát onnétól kezdve nagyjából egy olyan 9-10 hónapunk lett, vagy volt arra, hogy ezt az egységes vállalatot úgy kialakítsuk ennek a szerkezeti struktúrájával, működtetési jövőbeni lehetőségeivel úgy alakítsuk ki, hogy gyakorlatilag a 2010. szeptember 30-i dátumra, amikor ugye a C-bíróság bejegyezte a gazdasági társaságot, minden a legnagyobb rendben legyen. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy munkát végzett el az az előkészítő munkabizottság, aki ebben a 10 hónapban elvégezte a feladatát, és hát ugye akkor is mondtuk, meg még sokszor utána mondtuk, hogy hát azzal, hogy a beolvadás effektíve befejeződött, és a cégbíróság egy dokumentumot kiadott arról, hogy a gazdasági társaság működhet, hát ezzel bizony nem fejeződött be, hiszen utána még azért nagyon sokáig finomítgattuk a szervezetet, csiszolgattuk, a létszámot optimalizáltuk, hogy csak néhány gondolatot említsek. És hát a szakmai működés, hiszen a lakosságnak az a fontos, hogy a szolgáltatások meglegyenek, az átalakítások mellett önöknek ugye kellett tartani a színvonalat, illetve a szolgáltatások színvonalát még emelni is szerették volna, ami több területen meg is valósult. Hát egy nagyon-nagyon komoly struktúraváltáson ment keresztül a vállalat, illetve hát ez a közszolgáltatói rész. Ugye menjünk végig egy picit, talán a mai műsornak a terjedelme erre lehetőséget ad. Ugye a távhőszolgáltatás és erőmű üzletág, illetve hát a korábban a Győrhő Kft. Magyarország egyik legtermelékenyebb és leggazdaságosabb gazdasági vállalkozása volt. Ugye ő részükről egy jelentős betétállomány érkezett be ebbe az egységes vállalatba, illetve egy olyan magas szintű hát munkavégzés, szolgáltatási színvonal, amit természetesen alá tudott támasztani az a bevételi többlet, ami a távhőszolgáltatásból megjelent. A másik nagy terület a hulladékgazdálkodás volt, ami mellett ugye a városüzemi tevékenység is volt. Ugye sokan emlékeznek rá, hogy 2010 őszén, decemberében kezdődött el a próbaüzemet követően az új hulladékgazdálkodási rendszernek a indítása, illetve ennek a folyamatos elvégzése. Ugye itt 112 településnek a hulladékgazdálkodásáról beszélünk, és hát ugye erre az időre tehető, hogy a Keupos projekt, egy Európai Uniós projekt, amely keretében a 112 önkormányzat egy nagyjából 9,5 milliárd forintos Európai Uniós támogatást nyert meg. Hát ez a beruházás akkora fejeződött be, csak a rekultiváció maradt a következő évben. És hát nyilván ennek az új rendszernek, ami nagyon-nagyon sok kompromisszumot is hordozott magában, hát ennek a kialakítása, ennek a díjpolitikájának a rendezése, nem beszélve a környékbeli települések önrész megfizetésének a politikájától kezdve, rengeteg sok örömöt, de egyébként rengeteg sok problémát is hordozott magával. Most már úgy emlékszem vissza rá, hogy nehéz időszak volt ezen a területen.
de szerencsére meg tudtuk oldani. Vezetőváltás volt, és sorolhatnám azokat a nem várt eseményeket, amelyek ott 2010. szeptemberétől mondjuk december 31-ig ránk vártak. De hát szerencsére meg tudtuk oldani, és ennek nagyon-nagyon örülök. A harmadik nagy terület az ingatlan, és az ingatlan gazdálkodásnak az a területe, ami ugye az Inszol ZRT-nek a tevékenysége volt. Ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én az Inszol ZRT-nek az ügyvezetőjeként kerültem a Győr-Szol élére, tehát ebből adódóan, amit az Inszolnál elkezdtünk, létszámoptimalizálást és egy hatékonyabb vállalati struktúrának a felépítését, ez azért részben már azon a területen legalábbis megvolt. És rengeteg egyéb olyan feladat volt, amikor 2010. szeptemberében azt mondtuk, hogy na elindul a Győr-Szol ZRT, ami bizony még utána jó pár hónapnak a nagyon kemény munkája volt, szabályzatoknak az írása, és egy olyan egységes vállalati filozófiának a kialakítása, amiben természetesen a dolgozói rétegünket is kellően kellett motiválni, hogy ezt elfogadják. Talán kevesbé emlékszünk arra, hogy többször publikáltuk, illetve nyilatkoztam erről, hogy a megalakulásunkkor 1100 munkavállalóval indultunk. Az első év végére ez a létszám valamivel több mint 800 főre apadt, és hogyha mostani létszámunkat megnézzük, hogy csak a Győr-Szol ZRT-nek mennyi a létszáma, akkor ez 600 alatt van, tehát 570-80 fő között mozog a Győr-Szol ZRT-nek a létszáma. Hogyha most ezt vállalatcsoportban nézem, akkor sincs több mint 800 fő. Most ebbe beleértem a Győr Plusz médiát, a GHG Nonprofit Kft-t, az Ipari Park Kft-t, illetve az Arabona Depó Kft-t is. Emellett önök alatt nagyon sok projekt is futott, a Kossuth utca felújítása, és nagyon sok minden egyebet végeztek, amellett, hogy a szolgáltatásokat működtették az említett cégekkel. Ezekről a projektekről néhány szót, hogy melyik, amit nagyon jó sikerült, amire büszke, vagy amit a város is örömmel vett. Hát ugye az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sok projektünk volt, ahogy elhangzott. Ha most azzal kezdünk, hogy a Kossuth Lajos utcai rehabilitáció, ami hát egy nagyon-nagyon szlömösödött és leépült területe Győrnek, vagy az volt korábban. Ugye ennek az előkészítő munkafázisai már elindultak 2009-10 környékén, de a pályázatot is kvázi megnyerte Győr, csak a támogatási szerződést írta alá később a város, illetve tudta aláírni a város, és hát nagyjából olyan 2013-ban derült ki, hogy akkor most indulhat ez a nagyon nagy projekt, ez 6 épületnek a teljes rekonstrukcióját jelentette, illetve ebbe a projektbe volt benne a Kossuth iskolának a homlokzati rekonstrukciója, illetve a katolikus templomnak a homlokzati felújítása szintúgy. És hát ezen kívül még a közterületeken is elég jelentős mennyiségű munka készült. Most ennek a nagy projektnek, ennek az Európai Uniós projektnek a vége az 2014. december 31-éig volt a támogatási szerződés szerint. Ezt kinyújtottuk egy ez év május 30-i dátumra, és hát most már örömmel mondhatom, hogy a projekt végül is befejeződött, minden épületet átadtunk, és hát a támogató szervezettel az elszámolás gyakorlatilag megtörtént, most már csak a nyomon követés lesz a következő néhány évben. A másik nagyon-nagyon nagy projekt, hogy a város döntött arról, hogy a Dunakapu tér, ami tényleg az egyik legcsúnyabb része volt Győrnek a korábbi időszakban, hogy ezt fel kellene újítani. Ugye itt nem csak a térnek a felújítására gondolunk, vagy hát gondoltak ők, hanem a térfelszín alá készült egy mélygarázs. Ezen kívül a Győr-Szol ZRT saját beruházásában megépítette a Dunakapu tér 6 szám alatti, mi delikát háznak hívjuk, egyébként még a végleges funkció a mai napig nem dőlt el, de a hasznosítás folyamatban van, illetve az összes olyan épület, amely a térnek a déli oldalán van, azoknak a térfalainak, homlokzatainak a rekonstrukcióját is jelentette. És hát örömmel mondhatom, illetve látják, akik ide érkeznek, hogy egy magántulajdoni épületnek a homlokzat felújítását kivéve az összes épület eredeti szépségében látható, és én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nagy értékkel gazdagodott Győr városa, és egy olyan minőségi szolgáltatást nyújtó mélygarázs is található a tér alatt, amire én úgy gondolom nagyon-nagyon nagy szükség volt.
Az ön munkáját azzal értékelték, hogy néhány hete, néhány hónapja újra választották. Ön egyébként elérte azt, amit szeretett volna az elmúlt 5 évben, a megfelelő gazdasági racionalizás létrejött, és így gazdaságosabb az egész szervezet. Kicsit összetetten kérdezek, de hozzájön még ehhez, hogy a következő éveknek mi lesz a fő feladata és célkitűzése. Igen. Valóban így van, a szeptemberi közgyűlésen az én mandátumomat a város meghosszabbította, illetve hát a Győr-Szó ZRT igazgatóságát is. És ami külön nagy öröm számomra, hogy a szavazásnak az eredménye az 24 igen, 0-0 tartózkodás volt, ami én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy bizalomnak és talán elvégzett munkának egy olyan elismerése, ami nem politikai tényező, tehát nem csak a hatalmon lévő, hanem az ellenzékben lévő képviselők is úgy gondolták, hogy a Győr-Szó ZRT vagy annak a vezérigazgatója, igazgatósága kellően jó munkát végzett ahhoz, hogy meghosszabbítsák. Én azt gondolom, hogy a Győr-Szó ZRT-nek a létrehozása, ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt, és ez most nem hazabeszélés, természetesen nem királyi optimizmus szokták mondani, hanem én azt gondolom, hogy olyan szintű struktúraváltás történt a közszolgáltatásban, ami én azt gondolom, hogy akkor, amikor 2009-10 környékén a döntéshozók gondoltak valamire és döntöttek, az szerintem azt lényegesen meghaladó színvonal van jelen pillanatban. És tudom azt is mellette, hogy a közszolgáltatásban mindig lesznek olyan tényezők, amelyekre azt mondhatja valaki, hogy hát igen, kérem szépen, ez a szolgáltató ezt vagy azt nem csinálta, vagy nem így csinálta. De hogyha összességében nézzünk tevékenységet, én azt gondolom, hogy mindenféleképpen pozitív vagy Győr-Szó ZRT-nek a mérlege. Hogyha csak arra gondolok, hogy 2011-es évben, az első év, ugye a teljes gazdasági év tekintetében 800 millió forintban húztuk meg a mérlegét annak a megtakarításnak, amelyet Győr városa megtakarított az összeolvasztással. Hát ez egy félelmetesen nagy pénz, ugye? Ha arra gondolunk, hogy a Győr-Szó ZRT nem igazán maradt ki egyetlen egy olyan kulturális sport, nehogy Isten egészségügyi támogatási kérésből sem, amely a város vagy az adott szervezet részéről érkezik hozzánk, vagy ha csak arra gondolok, hogy milyen hatalmas energiákat próbálunk az irányba mozdítani, hogy a lakosságnak egy magasabb szintű környezeti tudatossága próbáljon megvalósulni, akkor én azt gondolom, hogy mindenféleképpen jó döntés volt, és mára én azt gondolom, hogy bátran kijelenthetjük, hogy a Győr-Szó ZRT megkerülhetetlen a város gazdasági életében. A legnagyobb adózók között vagyunk, többek között. Ugye szokták volt mondani, hogy most ez érdem, vagy kár. Én azt gondolom, hogy egy ekkora vállalat életében sokat adózni, ez egy nagyon szép dolog, és szép teljesítmény, és én örömmel vállalom bármilyen fórumon, hogy igen, mi Győr megye területén az egyik legnagyobb adózók vagyunk, és hát ezek az adóforintok nyilván visszakerülnek utána a társadalom egyéb rétegeibe. Csak egy néhány gondolat a jövőről, a következő éveknek mi az elsődleges feladata? Hát akkor, amikor ugye felvetődött, hogy lejár a mandátumom, illetve az igazgatóságé, elkezdtünk tervezni. Én is, mások is nyilván. Én úgy gondolom, talán szerintenség nélkül állíthatom, hogy a tulajdonos részéről viszonylag gyorsan eldőlt, hogy a nagy változtatást nem akarnak. Én magam részéről elég sokáig gondolkodtam azon, hogy lehet-e csinálni, vagy kell-e, vagy szabad-e csinálni tovább ezt. Ugyanis nyilván, hogy az elmúlt 5 év úgy fogalmazott a Kisalföld egyik újságírója, hogy több a ránc rajtam és több az őszhajszálom, ami így is van egyébként, ez nyilván a korral jár. De én azt gondolom, hogy egyfajta mérleget vonva úgy döntöttem, hogy szívesen folytatom. A város úgy dönt, hogy maradhatunk, és ennek az az oka, hogy én úgy gondolom, hogy a város egy olyan fejlődési pályán van jelen pillanatban, hogy ebbe úgy nekem, vagy a Győr-Szó ZRT-nek nagyon, nagyon jelentős szerepe lehet a következő időszakban. Tehát magyarul nem
egy ilyen nyugdíjas állásban reménykedtem, vagy reménykedem a következő időszakban sem, hanem egy nagyon-nagyon feszített, legalábbis 2017 az EIOF-nak az időpontjáig, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon feszített munkatempóra számíthatunk mindannyian. Ennek bizonyos jelei már ebben az évben is láthatók, mert én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog történt Győrben már eddig is, ami ezt az én jövőbe látásomat megalapozza. Ehhez kívánok nagyon sok energiát, köszönöm, hogy itt volt velünk, és boldog születésnapot. Kedves nézőink, konkrétan legközelebb pénteken találkoznak, akkor is nézzenek minket, viszontlátásra! A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.